Tolvai Reni. Egy név, ami mindenkinek ismerős. Az évek során Reni nem csak a magyar zenei élet egyik meghatározó alakjává vált, hanem egy igazi ikon is lett. Egy név, ami mindenkinek ismerős. Az emberek az utcán felismerik, és mindenhol szeretettel fogadják. Tehetség, szépség és egyedi hang, ezek jutnak eszünkbe róla. Reni hangja olyan, amit egyszer hallunk, és soha nem felejtünk el. Reni igazi sztár a magyar zenében, aki már régóta belopta magát a szívünkbe. Az ő dalai mindig különlegesek, és minden egyes fellépése emlékezetes. De mostanában nem csak a hangjával, hanem a kisugárzásával és a magabiztosságával is levesz minket a lábunkról. Az ő jelenléte a színpadon mindig magával ragadó, és mindenki érzi az energiáját. Úgy tűnik, Reni végre megtalálta a boldogságot. Az utóbbi időben egyre többször látjuk őt mosolyogni, és ez a boldogság átragad mindenkire, aki körülötte van. Az arcáról őszinte mosoly sugárzik, a szeme pedig csillog. Ez a mosoly és csillogás nem csak a színpadon, hanem a mindennapokban is jelen van. Vajon a fájdalmas szakítás után újra rátalált a szerelem? Az életében történt változások talán új irányt adtak neki, és most egy új fejezetet kezdett. Vagy a zenei sikerek teszik őt ilyen kiegyensúlyozottá. Az elmúlt években rengeteg elismerést kapott, és ezek a sikerek biztosan hozzájárulnak a boldogságához. Egy biztos, Reni most a helyén van. Erősebb, mint valaha. Az ő története inspiráló, és mindannyiunk számára példát mutat arra, hogy a nehézségek után is lehet újra boldognak lenni. Reni most egy új korszakot él, tele reménnyel és lehetőségekkel. Az ő ragyogása és boldogsága mindannyiunkat inspirál. Emlékeztek még arra a fiatal lányra, akinek csillogott a szeme, amikor 2010-ben feltűnt a képernyőn? Az a pillanat, amikor először lépett a színpadra, örökre megmaradt a nézők emlékezetében. Egy álom vált valóra, és mindenki érezte, hogy valami különleges van készülőben. A Megasztár 5. évadában Tolvai Reni azonnal elbűvölte a nézőket. Az első pillanattól kezdve, amikor megszólalt a hangja, mindenki tudta, hogy egy igazi tehetség született. Nem csak a hangja volt lenyűgöző, hanem az a magabiztosság is, amivel a színpadon mozgott. Nem csak a tehetsége, hanem az energikus személyisége is lenyűgöző volt. Minden egyes fellépésén újra és újra bebizonyította, hogy nem csak énekelni tud, hanem szórakoztatni is. Az a szenvedély, amit a színpadon mutatott, magával ragadta a közönséget. A verseny során hétről hétre bizonyította, hogy helye van a színpadon. Minden egyes produkciójával egyre magasabbra tette a mércét, és mindenki várta, hogy mit hoz a következő hét. A verseny nem csak a tehetségéről szólt, hanem arról is, hogy mennyire kitartó és elkötelezett. A közönség imádta, a zsűri pedig elismerően figyelte őt. Minden egyes alkalommal, amikor a színpadra lépett, tapsvihar fogadta. A zsűri tagjai is elismerően nyilatkoztak róla, és mindenki érezte, hogy valami különleges történik. Végül elérkezett a döntő, ahol Reni győzött. Megszületett Magyarország új sztárja. Az a pillanat, amikor bejelentették a győzelmét, örökre emlékezetes marad. A közönség ünnepelt, és mindenki tudta, hogy egy új korszak kezdődik a magyar zenei életben. Reni története inspirációt jelent mindenkinek, aki valaha is álmodott arról, hogy egyszer sztár lesz. A siker mellett a szerelem is megtalálta Renit.
A Megasztár színpadán ismerkedett meg Kálai Szonder Andrással, és hamar egymásba szerettek. Kapcsolatuk igazi tündérmesének tűnt. A rajongók odáig voltak értük. Két tehetséges, sikeres és gyönyörű ember szerelme. Közös dalaikkal, romantikus klipjeikkel és nyilvános szerepléseikkel folyamatosan adtak témát a pletyka újságoknak. A tündérmese azonban nem tartott örökké. 2016-ban a rajongók legnagyobb szomorúságára Reni és András útjai külön váltak. A szakítás híre megrázta a rajongókat, akik sokáig nem akarták elhinni, hogy a szerelmeseknek vége. A szakítás után Reni visszavonult a nyilvánosságtól. Időre volt szüksége, hogy feldolgozza a történteket. A zene azonban ezúttal is segített neki. Reni a zenei karrierjére koncentrált. Már fiatal korától kezdve a zene volt az élete középpontjában, és minden erejével azon dolgozott, hogy elérje álmait. Új dalok, koncertek és videóklippek jelentek meg tőle. Minden egyes megjelenésével egyre nagyobb rajongótábort szerzett, és a zenei világban is egyre elismertebbé vált. A rajongók örömmel fogadták az új slágereket, amelyek mindig valami újat és különlegeset hoztak. Reni dalai mély érzelmeket közvetítettek, és sokak szívéhez szóltak, amelyekben Reni őszintén énekelt a fájdalomról, a szerelemről és az életről. Minden egyes fellépésén átadta a közönségnek azokat az érzelmeket, amelyeket a dalai hordoznak. A zene mellett Reni más területeken is kipróbálta magát. Szerepelt tévéműsorokban, modellkedett és jótékonysági munkában is részt vett. Ezek az élmények gazdagították személyiségét és új perspektívákat nyitottak számára. És jótékonysági munkában is részt vett. Mindig is fontosnak tartotta, hogy visszaadjon valamit a közösségnek és segítse a rászorulókat. Mindezek mellett azonban a zene maradt az igazi szenvedélye. A stúdióban töltött órák, a színpadon átélt pillanatok mind-mind megerősítették benne, hogy a zene az, ami igazán boldoggá teszi. 2023-ban igazi meglepetés érte a rajongókat. Reni új albumán helyet kapott egy duett Kálai Szonder Andrással. A Baby című dal hatalmas sikert aratott. A rajongók kíváncsian várták, hogy vajon mit jelent ez a közös munka. Újra együtt vannak. Bár a válasz erre a kérdésre továbbra is titok maradt, a Baby sokak számára a remény dalává vált. Tolvai Reni a magánéletét ma már igyekszik távol tartani a nyilvánosságtól. Bár a rajongók kíváncsiak, hogy ki lehet az a szerencsés, aki elrabolta a szívét, Reni egyelőre hallgat. Egy biztos, Reni boldog, ezt sugározza magából. Lehet, hogy titokban már meg is találta az igazit, de az is lehet, hogy egyelőre élvezi a szingli életet. Az elmúlt évek megtették a hatásukat. Tolvai Réniből érett nő magabiztos előadó vált. A zene iránti szenvedélye töretlen, de ma már tudatosabban építi a karrierjét. Tudja, mit akar elérni, és ezért keményen meg is dolgozik. A rajongók pedig hűségesen kísérik az útján, és mindenben támogatják őt. Mi várható a jövőben Tolvai Renitől? Új dalok, koncertek, meglepetések, egy biztos, Reni nem fog unatkozni. A zene iránti szenvedélye, tehetsége és kisugárzása garantálja, hogy még sokáig a magyar zenei élet meghatározó alakja marad. A rajongók pedig izgatottan várják, hogy mit tartogat a jövő. Egy biztos Tolvai Reni továbbra is inspirálni fogja őket tehetségével, szépségével és életigenlésével.